ÖKTV. Hírek, beszámolók önöknek. Október 23-a a szó legigazibb értelemben forradalom volt.
a tettek forradalma és a gondolatok forradalma. Ez a nap a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelem napja volt. Jól ismerjük a kommunisták válaszát erre a bátor kiállásra. Több mint 2500 magyart meggyilkoltak, és több ezeren megsebesültek. Több mint 20 000 embert vetettek börtönbe, és legalább 200 000 magyar menekült el az országból, Európába, és még azon is túl. De ez a forradalom meggyújtotta a szabadság fáklyáját, egy olyan lángot, amit később ugyanakkor alá kényszerült, de már nem lehetett többé elótani, megszüntetni. Ez a láng találta meg örököseit az 1980-as évek második felében, amikor ismét támadott a Szovjetuniónak követsége előtt a jól ismert jelszó, Ruszkik haza. Bizony én ott voltam, amikor még jött a lovasrohan, majd egyszer csak egyre többen lettünk, és 1989. október 23-án pedig már nem fértünk el a Kossuth téren. Akkor, amikor Szűrös Mátyás kikiáltotta a köztársaságot. Akkor nem értettem, az ott lévő 56-osok miért mondják. Az, hogy a szocializmusnál csak az a rosszabb, ami utána jön. Miért? Ma már értem őket. Meg nagyon gyorsan felejtünk. Például önök előtt is ismert az a tény, hogy a Szovjetunió nagy generalissimuszát, Sztálint, csak harmadik nekifutásra, Tarlós István főpolgármester előterjesztésére 2011-ben sikerült törölni a díszpolgárok soraiból Budapesten. Igen, több mint 20 évvel az úgynevezett rendszerváltás után. Mert ma is élnek köztünk olyanok, akiknek a magyarság, a nemzet, a haza csak élettelen szavak. A sémák ugyanazok, céljuk a hatalom akarása, megszerzése, de mindenáron. Mégis vannak, akik ismét felsorakoznak mögöttük. Ezeket kell a magyar nemzetnek szégyelni, azt, hogy a nemzeti amnézia bűnébe esünk újra és újra. Érthetetlen, miféle nemzeti felejtés tud a lelkekre rátelepedni, amikor ma is felelőtleni életekre kezdünk odafigyelni. Tiszteltem emlékezik. Ma a szabadság napján, a szabadság összekötő erejében bízva, azt remélem, hogy közösségünk megerősödésének reménye erőt ad mindannyiunknak a mindennapok harcához, az egyéni és a közösségi szabadságharcunkhoz. Mert hogy az átalakuló egyensúlyát kereső világunkban nekünk is állandóan egyensúlyozni kell, hogy talpon maradjunk. Ehhez adjon erőt, önbizalmat és kitartást a mostani ünnepünk. Isten áldja nemzetünket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Beszéltem hagyományokról, köszönjük polgármester úr ünnepi gondolatait, ez is már hozzá tartozik a közösség megemlékezésünkhöz, és az is, hogy ezt követően egy előadást hallhatunk. És általában olyan előadást, amelynek előadója olyan valaki, aki hitelesen tudja az eseményekről elmondani a tanulságot, a történéseket, így közvetíti számunkra. Nagy öröm számomra, hogy itt van körünkben Reisinger Attila író, aki már korábban is ünnepelt velünk és volt előadónk. Szeretettel köszöntöm. És együtt tetszettek érkezni. Köszöntöm mai előadónkat, Gábor Józsefné, a Mosó-Magyaróvár 56-os Egyesület elnökét ismételten. A magam részéről nem szeretném tovább szaporítani a szót, hogy szeretném átadni. És kérem, tartsa meg megemlékezését előadását körülbelül. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, tisztelt kívános úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Gábor Józsefnék, Pandol Ágnes vagyok. 1956-ban 16 éves voltam. Én nem vagyok egy szónok. Elsősorban mama vagyok, nagymama vagyok, háziasszony. És öreg asszony sajnos. Úgyhogy nézzék el nekem, esetleg elérzékenyülök közben, mert bizony nehéz neked ezekről a dolgokról mindenkor beszélni, amikor eljön ez az évforduló, amit én nem ünnepnek nevezek, hanem gyásznapnak.
Ez egy borzasztó, rettenetes emlék az én életemben. Ahogy gyászos napokká feketedre 1956 beköttetett Mosonmagyaróvár emlékkönyvébe, úgy maradt emlékezetes, tudatból kitörölhetetlen nekünk és a város lakóinak, valamint az utókor számára. Én 1956-ban 16 éves voltam. Apám 26-án reggel hazajött a gyárból. Izgatottam otthon forradalomban. Én egyedül voltam otthon. Kért, hogy ne menjek ki a házból, majd elment. Hamarosan jött a barátnőm, én elszöktem be a városba, ahol a tüntetők gyülekeztek. A párt és a tanácsház előtt hatalmas tömeg volt. Beszédek és szavalatok hangzottak el. Leverték a középületekről a gyűrött kommunista jelképet, a vörös csillag. Atrocitás nem történt, senkit nem váltotta. Azután a tömeg elindult végig a főúton, majd a bíróságnál kettő vált. Mi az ipartelep felé mentünk a gyárakhoz, a másik csoport pedig a 48-as emlékmű, illetve a rádióállomás felé. A két gyár, a Tínföld és a kötöttári gyár bejárata egymás mellett volt, oda mentünk. Innen kijöttek a munkások, leverték a csillagot, beszédek hangzottak el. Itt találkoztam testvérbátyámmal, akinek két kifli volt a kezében, nem volt ideje reggelizni. Ezt eszegette. Elindultunk mindannyian az Ágos laktanyához. Ott már felkészülten vártak ránk. A laktany a sarkánál az úttest két oldalán gépfegyverek voltak beásva, a katonák ott hasaltak mögöttük. Az úttesten előttünk három katonatisztát gépuskával felszerelve, derekukon körben lövedékek. Mi a bátyámmal az első sorban álltunk. Bár láttuk a fegyvereket, álmunkban sem gondoltuk, hogy lőni fognak. Az egyik tiszt elénk jött, és megkérdezte, mit akarunk. Csak a vörös szilagot szeretnénk levenni, mondta a bátyám. Mindjárt kerítünk egy létrát, felelt a tiszt. Ezek után elállt oldalra, kezével intett, és elindult a pokol. Lőttek bennünket minden felül, az ablakokból kézigránátokat dobáltuk a tömegbe. Védtelen, fegyvertelen tömeg, csupa fiatal, asszonyok, gyerekek. Rémülettől azt sem tudtuk, mi történik velünk. Én miután megtörték a lábamat, összeestem. Amikor a sótis abban maradt, egy szörnyű moraj futott végig a tömegen, mindenki kúszott, mászott a mocskos porban, igyekezett el onnan. Én visszanéztem, és rémülten láttam, hogy a bátyám halott. Az egész feje teteje leszakadt, csak egy véres üreget láttam, a bátyám fejének belsejét. Még fel sem mocsuttunk, mindenki a földön feküdt, újra lőni kezdtek. A balában szétlőtték a cipőt, a talpam megsérült. Még a hátunkba is lőttek a gazemberek. Ez egy előre megfontolt, szándékos, emberökés tömegmészállás volt. Amikor a sorozat véget ért, fel akartam állni, de összeestem. A bátyám két barátja odajött és egy házba vittek be, ahol többen elsősegélyt kaptunk jó emberektől. Én mondtam, hogy meghalt a Gyuri, de ők azt mondták, hogy tényleg senki sem halt meg. Ekkor már a katonák segítettek kórházba vinni a sebesülteket. Engem kitettek az útszélére egy kupac almára, ott vártam, hogy a teherautóra téve a kórházba vigyen. A teherautó oldalához kusztam, hogy hátra látok valakit, akivel üzenhetek a szüleimnek, hogy mi történt velem, velünk. Ez nem sikerült. A kórházban szörnyű állapotok voltak. Minden csupa vér volt. A folyosók, a kórtermek tele sebesültekkel, mindenki sírt, jaj, veszékkel. Engem egy kórtermben egy dugányba fektettek. A szélső ágyon egy asszony feküdt. A láda teljesen szét volt roncsolódva. Üvöltött a fájdalomtól. Engem akkor csak átkötöttek, kaptam egy injekciót és ott hagytak. Nálam sokkal súlyosabb sérültek voltak, akik segítségre szorultak. Aztán jött az édesanyám, aki sírt, amikor megláttuk. Mondta meg, hogy meghalt a Gyuri. Mire ő őrjön be, elrohant, hogy megkeresse. A
a bátyám 31 éves volt. Mivel a kórházban nem volt elég hely, a Szentpőfi iskolában rögtönzött kórházat csináltak katonai ágyakkal. Engem is oda vittek át. Édesapám ide jött be hozzám. Nagyon el volt keseredve. Azt mondta, most elmegyek és elbúcsolom a bátyámtól örökre. Sírt nagyon. Akkor láttam apámat először sírni. Este felé egy autóbuszra pakoltak néhányikat, mondván, hogy visznek őrbe a kórházba. Ekkor már nagy fájdalmai voltak, míg ott állt a busz. Néztem ki az ablakon, hogy nincs ott valaki, akivel üzenhetnék az enyémnek. Az eső csepegett, sötételett, a kórház előtt hatalmas tömeg volt, kilátástalanak látszott minden. Nekem nem volt semmi, csak az egy szál ruha, ami csupa kosz volt a földön való kuszástól. A győri kórházban azonnal a műtőbe vittek, és megműtöttek. 27 kőszúrással érzést említettek el a bokámat. Azt hittem, ezzel túl vagyok mindenem, de sajnos újra megműtöttek néhány nap múlva, ekkor már elaltattak. Nagyon magányos és szomorú voltam. 16 évesen idegen városban, egy kórházban, csupa idegen ember között. A szüleim nem tudtak rólam semmit, én sem rólam. Nem volt telefon, nem járt a vonat, a kórház bejáratánál hibásan írták ki a nevemet. Ezért 19 napig nem találtak meg. Ekkor értem jöttek a szüleim, saját felelősségükre hazahoztak. Otthon szörnyű volt a hangulat. Anyám állandóan sírt. A bátyám ruhája véresen ott volt a udvaron egy hordó vízben. Anyám nem engedte kidobni, kimosni meg nem bírta. Később egy rokonunk rendbe tette, és apám még évekig viselte. Mivel a bátyám kezében a két kifűvel halt meg, mert fegyver nem volt, csak két kifű. Anyám azon keserget, hogy szegény fiam éhesen ment a más világra. Ezeket a dolgokat nem lehet elfelejteni. Ha beszélek róla, ha rágondolok, mint a tegnap történt róla, aki ezt nem érte át, nem érti, mert nem hiszi el. Ma is megkérdezik korlátolt emberek, hogy minek mentünk oda. Azt persze nem kérdezik, hogy miért lőttek ránk a gazemberek végtelen, fegyvertelen tömegre. A szüleim, testvéreim elmesélték a temetést és a történteket. 40 koporsó fölött mondott búcsúbeszédet Ambrus József, őrnagy a műszaki zászlóalj parancsnoka. Később 15 évre eltérték. Minden elesett sírjára nemzeti színű szalaggal ellátott koszorút készítettek. A Nemzeti Tanács. Apám egy kis magyar zászlót tett a bátyám koporsójára. Koporsójára ezekkel a szavakkal. Fiam, téged még az élet igazol. De sajnos ő ezt már nem érhette meg. Sok halottról nem tudunk még ma sem. Nyilvántartásunkban 56 név szerepel, holott több mint 100 halott volt és több mint 200 sebesült. A temetőben van egy tömegség. Sajnos egész pontos helyét nem tudjuk, de élnek még, akik ezt látták. A sírgödörben, hosszában és keresztben egymásban rakva vannak a koporsók. Szentanúk elmondták, hogy a tömegsírból két ember neve ismertes. Ezeket nem is tudták exhumáltatni, mert utána már megváltozott megint a helyzet. A sortűz után tudásszázados megszökött. Elmenekünk Szlovákiába, autóval, ott hagyva a katonáit, mint a patkányok a süllyedő hajót. A felgyőrdött tömeg bejutva a laktanyába megtalálta három katonatisztet, akik részt vettek ebben a gyilkolásban. Egyet már ott agyon vertek, egyet a kórházba vittek. Józanul gondolkodó emberek, egyet pedig a városházára is őrizték őket műszaki katonák. Másnap a tömeg betört a városházára. A tiszt könyörgött őrzőinek, hogy lőjék le.
és miután ezt nem tették meg, kiugrott az ablakon a városházudvarra. Onnan kiúszkodták az utcára, bántalmazták, most nem tudja, mi okozta a halálát, az, hogy kiugrott az ablakon, vagy az, hogy bántalmazták. Ezután elmentek a kórházba az emberek, ahol Steffó Józsefet őrizték. Kérte a tömeg, hogy adják ki. Az orvosok félve a megtorlástól kiadták. Ekkor elvitték az evangélikus templomot, és egy fára felakasztották. Ezek a lincselések bemoskolták a forradalom tisztaságát. A három tisztet a temető mögött hantolták el, a forradalom leverése után exhumálták őket, kitüntették és hősi halottá nyilvánították. Mindegyik a saját szülőfalujában van eltemetve. Október 26-án létrehozták a Városháza épületében a Nemzeti Munkás Tanácsot. Ez a forradalom ideje alatt a város vezető testülete volt. Október 31-én az intézmények küldötteiből jött létre a végleges Nemzeti Munkás Tanács. November 4-én hajnalban a szovjet csapatok lefegyverezték a marokki nemzetőrséget. A városházát elfoglalták. A Nemzeti Munkás Tanács 10 nap múlva megszűnt. Tisza virág életű volt, akár a forradalom. Ezután következett a szörnyű megtorlás. 1990 óta szabadon emlékezünk és gyászolunk. Gyászoljuk az áldozatokat, az elpazarolt államszocialista esztendőket, de ünnepeljük az áldozatok megvalósult álmait. Megállapodhatjuk, hogy Tihanyi Árpád, Földes Gábor, Gulyás Lajos, Mentráger László, Cifrik Lajos, Kisaltal ártatlanul végezték ki kohort vállak alapján. A sortűz után intézkedőket ártatlanul hurcolták meg, börtönözték be, mert a szabad, demokratikus Magyarországot akarták. Egyszer volt ilyen a történelemben, az egész nép elkeseredettsége egyszerre robbant ki a szocializmus torzulásai ellen. A múltat vállalni nem gyengeség, hanem az erője és egyben a forrása is. Ezért kell tudatosítani minden magyar emberben 1950 eszmeiségét és benne a nemzeti összefogás tényét. Akkor mondhatjuk, hogy a múlt bennünk van, ha nem egyszerűen emlékezünk, hanem megértjük a megtörtént események lényegét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tessék csak, nyugodtan. Jó. Bocsánat, elfelejtettem mondani, ha valakit érdekel, valami szívesen válaszol. Erre szerettem volna lehetőséget kérni, hogy esetleg valakiben valami kérdés megfogalmazódott, akár konkrétan az eseményekkel kapcsolatosan, most itt volna a lehetőség, valós élő szemtanúja. Szemtanútól kérdezhetünk, Mosonmagyaróvári vagyok, én... Igen, és hát nekem az emlékeim, amik aztán a szüleim, édesanyám valamit mondott róla, lát, ismerte egy bácsit, akinek az egyik lába hiányzott, aztán kiderült, hogy ő is áldozata volt ezeknek az eseményeknek, és hogy nagyon-nagyon nem beszéltek róla. Hát igen, akkor nem lehetett róla beszélni, féltünk. Megfigyeltek bennünket, mindenkit megfigyeltek. Tessék, ha kérdezni akarnak valamit. Esetleg elmondom közben, hogy az Egyesületünk 28 éve fönnáll. Ilyen hosszú, mint csak a kommunista párt volt. Tehát nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi ideig föntartottuk ezt az Egyesületet. Én 17 éve vagyok az elnöke az Egyesületnek, de alapító tagként 28 éve ezekben azóta egyfolytában tevékenykedek. Tehát mindent, amit tudtam csinálni, ami kitelt tőlem, azt én elvégeztem, megtettem, és hát aztán lettem titkár, aztán lettem elnök, mert sajnos nem volt, aki elvállalja, és ketten vagyunk Mosonmagyaróváron.
56-osok, akik még élünk, akik ott megsérültünk, meg van egy valaki, aki átélte, mint gazdász, mint ott tanuló diák, Óvári, de ő nem sérült meg. Ő volt jó ideig az elnökünk. Hát sajnos az idő eltelt, és már nehéz egy kicsit ezt nekem csinálni. Ugye tetszenek tudni, ha 56-ban 16 éves voltam, akkor mindjárt a 8. X-be fogok belépni. Úgyhogy már nehéz egy kicsit, de már előre fáj a szívem, hogy majd aki utána lesz, ha egyáltalán lesz valaki, hogy fogja ilyen, mert én nekem ez szívügyem volt. Hát ott voltam, átéltem a családom mindenkit, és utána még mennyi minden megtudott az ember. Hát akkor gyerek voltam, 56 vagy 16 éves lány, még gyerek volt. És hát például a patika, aki a patika volt, ugye valamikor régen a patika az maszek volt. És ez a hölgy elmesélte nekem, hogy édesapám bejött a patikába, és mondta, hogy nagyságos asszony, legyen szíves, adjon nekem papírlattát, mert a fiamnak a fejét ki kéne tömni, hogy rendesen be tudjuk kötni a temetésre. Anyám, anyám megőrült. Képzeljük el, hogy 31 éves egészséges ember reggel elment dolgozni, és többet nem jött haza. És hát mennyi ilyen volt. Borzasztó volt, borzasztó. És a temetés után, 28-án volt a temetés, a tömegsírt, most már megjelöltük, egy külföldre szakadt hazánk fia, a 60. évfordulóra csináltatott egy gyönyörű obeliszket a saját pénzén. Nem hagyott már élni bennünket, hogy valamit ő hadd csináljon, de hát szokunk már, volt emléktáblánk, volt, és végül kitaláltuk, hogy akkor legyen ott, ahol körülbelül tudjuk a tömegsírt. Eredeti képeink voltak, újságok, külföldiek, ugye jöttek már másnap, fényképeztek, és láttunk olyan sírkövet, ami a tömegsír mögött volt, és az a kép megvolt, egész a mai napig most is megvan, föl van írva valakinek oda a neve, és így tudtuk, hogy ott van a tömegsír, és oda lett csinálva el az obeliszt. És hát nagyon, nagyon szép, és nagyon örültünk neki. Gránitból készült, és hát most minden évben ugye ott is, azt is megkoszorúzzuk. Hát higgyék el, hogy elég fárasztó ez a nap nekünk, ez az október 26-ok, ugye azon volt a Mosonmagyaróvári sorfőz, hát nekünk 6 helyre kell menni azon az egy napon koszorúzni. Mert annyiféle meghalt MTH-s diák, meghalt egyetemista, meghalt gyári munkás, akkor csináltatunk táblát a temetőben azért, hogyha mi már nem leszünk, akkor a kopjafák elfogadjuk egyszer csak, ami a gyásztéren van, az ipartelepen a laktanyáról, tehát akkor azon a táblán látni fogják az emberek, hogy kik voltak azok, akik a sortűz áldozatai voltak, meg hát akiket Mosonmagyaróvár kapcsán kivégeztek, Gulyás Lajos, Tihanyi Átváló, ezek tanáremberek, papok voltak, és békésen jöttek oda, fehér zászlóval, és mégis terbefogták őket, és kivégezték őket. Szóval borzasztó dolgok történtek, és a temetés után néhány napban már eltűnt, hogy jöttek az orosz 4. év, eltűntek a nemzeti szintű koszorúk a temetőbe a sírokról. Fenyvesül a nyelvtárs, gondoskodott róla, hívták a temető gondnokot, és eltűnt minden hatalmas kommunista volt, utána munkásőr lett, és ő eltűntette a nemzeti szintű koszorúkat. Volt olyan, hogy egyik osztálytársam, édesanyja ment a temetőbe a fia sírjához, és virágban is kizavarta a temetőből. Szóval ezek olyan emberek voltak, olyan kis királyok, akik megengedhették maguknak azt, hogy önhatalmulag ilyesmit tegyenek. Hát akkor gondolhatják, hogy Isten bocsássa meg, ő azt mondom, hogy az emberben milyen gyűlölet van. Tudom, hogy nem szabad. Tudom, de nehéz azt csinálni, hogy ne haragudjunk. Azon kívül ugye a bocsánat, csak a bocsánat kérés után van, ami nem történt még soha. Most megint én beszéltem, de a kérdezni szeretném. Azért is írtuk, köszönjük szépen. Nekem lenne egy kérdése, nem gondolkodta rajta, hogy merjem föltenni megtorlást, tehát jött utána megtorlás az ön életében. Nem, volt. Nem, minket nem bántottak, úgy hát nem tudom. Nem lett következménye. Nem. Biztos, hogy megfigyeltek bennünket, de nem történt semmi. Lelki szenvedés sem kívül, meg ahogy visszaemlékszem, amikor hazajöttek a kórházba, az a rettenetes hangulat, ami a családomban volt akkor.
És hát azért jó szomszédok átjöttek, és beszélgettek a szüleim, hogy ne legyenek egyedül. Hát... Köszönöm, hogy tudom beszélni. Hát igen, nyíltan a gyerekeimnek, sem nem mondtam rá a gyerekeknek, úgy szégyellem a mai napig. Szóval valahogy akkor nem mertem, nem mertem róla beszélni. Szóval amikor már nagyobbak voltak, ugye hát most is látszik a lábamon, meg összeszakadva innan, meg a elekot, minden elszakadt, és akkor ilyen lyukban ott, ami mozdítom a bokámat, a bal talpamat meg azért lőtték meg, mert a hátunkba is lőttek, és akkor már földön voltunk. És kérdezték a fiaim, hogy mi az a seb. Hát mondom, nem érdekes, mert a nagyjászor elmondom. Hát a nagyobbik fiam az segít nekem mindenben, a kicsi az nagyon el, azt mondta, miért nem mondta le. Ő nem akar belefolyni ebben. A nagyobbik fiam tagja az egyesületnek, sőt, van egy felnőtt unokám, ő is tagja az egyesületnek. Próbálom összeszedni a fiatalokat, hogy legyen utánpótlás. Tulajdonképpen ez az egyesület leginkább a hagyományőrzés miatt van, hogy emlékezzünk, hogy megtartsuk az emlékünket, hogy részt vegyünk a nemzeti ünnepeken. És hát azért viszünk egy pici szórakozást is az életünkben, minden éven elmegyünk a Dunapartra gulyást főzni. Mert a fehér asztal mellett lehet igazán barátságokat kötni, meg összejönni. Édes János mindig azt mondta, hogy ne felejtsétek el, hogy néha jöjjetek össze a családdal, együtt ebédeljetek, vacsorázatok, mert az nagyon fontos dolog. Hát így van. Köszönöm szépen, hát ha nincs kérdésük, akkor... Esetleg még egy lehetőség. Igen? Én csak annyit mondanék el, hogy én a Tihany nyártának azt mondom, hogy ismerem a Gergelyt, és az apukájáról is így tudok, mert hát úgy ismertem még őt is, vagy ismerem, és ő mindig is ők, tehát ők nekik volt ez a megtollás, és olyan nagyon magának való ember lett. Tehát jó, megnősült, meg lett egy fia, de szóval mai napig is így az apukája. De ez az idősebb is fia lehet, mert én egy Tihanyi mindkettőt ismerem, én Lászlót ismerem, a Lászlót, igen, és ő neki a fia. Nem olyan magának való azért, csak nagyon beteg, sajnos már ritkán jön közé. Olyan erős cukorbeteg, hogy szóval nagyon rossz állapotban van fizikailag emiatt. Jó, úgy kemény ember volt, de nem, igen. Nem olyan magában volt, de ő maga is elmond, amit fia, hogy az apja... Nagyon-nagyon rendes, meg helyes ember, ismertem a nénit is, sok minden évben találkoztunk. Ott voltam a temetésén, aztán később szép port ért meg egyébként, mert gondolkoztam, hogy Uramisten, hogy lehet ezt egyáltalán túlélni, hogy eltemett, nem temett el a fényt, nem temadták oda neki, ugye. De ugye a gyerekek. Hát aztán ugye később, amikor exhumálták, akkor el lett temetve. Hát van olyan barátnőnek, az édesapját elhúzolták, kódvállak alapján a Váci fegyházban úgy agyonverték, levágták a fülét, az orrát állítólag, nem tudjuk biztosan, de ezt hallottuk. De azt mondta, hogy ő 3 éves volt, mikor az apja meghalt, közölték az anyjával, hogy nem tudom, Andul a gyulladásban meghalt, vagy valami sületlenséget írtak, de azt mondja, hogy ő emlékszik, hogy olyan véres volt a ruhája az apjának, amit hazagúrtak a börtönből. Megállt a sarokba a vért, olyan száraz volt a ruha. Tehát annyit kínoszták, ütötték. Hát nem tudom, hogy gondolom önök közül sokan látták a Vélem és Kötélel című dokumentumfilmet, amely egy csodálatos film, Erdély János és Zsigmond Endre dokumentumfilmje, ami az Óvári 56-ot írja le. Hát én is ott tudtam meg sok mindent arról, ami történt. Hát szóval borzasztó volt, borzasztó. És hát sajnos attól tartok, hogyha mi már nem leszünk, akkor nem nagyon lesz ez. Azért a remény ne adjon el. Nem, a remény van utoljára, ez biztos. És azért is vagyunk itt együtt most, hogy legyen igen, folytatás. Igen, hát én örülök is neki, hogy még a falakban is azért vannak. Én már voltam máshol is meghívva, így ahogy önök meghívtak. Cipolán voltam, nem is tudom, Fertőben voltam. Attila révén, ugye, aki engem mindig szállított ide-oda, és hát amennyire tudtam, ismertettem az emberekkel, hogy tudják, hogy mi történt, mert sajnos még most is vannak, aki azt hiszi, hogy nekik is volt fegyverünk. Akkor még csúrni se lehetett, az is ide fegyvernek számított. Nem, hogy fegyver legyen valakinek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és mindent esélyt kellene.
ugye hát igazából nem ünnepünk, hogy tetszett mondani kiavítani. De sokszor mondom, nem ünnepünk, de azért valahol mégiscsak benne van ebben az emlékezésben az az ünnep, hogy az áldozat nem volt hiába. Így, ha én is ezt mondom mindig. És mi meg ráadásul hívő emberek meg azt halljuk, hogy valóban minden áldozat, akár olyan áldozat, amit senki nem tud, és azok a gyötrelmek és fájdalmak, amiket olyan sokan átéltek, és talán soha nem fog így nyilvánosságra jutni, és annak is volt értelme. És azért is, mert nekünk olyan Istenünk van, aki maga is megtette, értünk adta ő magát, és nekünk olyan édesanyánk van, aki együtt érez velünk. Ráadásul itt a Győri Egyház megyében pedig egy kegyképe, és erről tanúskodik a vélelt megjegyző. Ott is jártam, hogy engedjük meg azt, hogy azt a reményt, ami éltet bennünket, azt erősítsem önnel azáltal is, hogy egy ilyen emléket adjak át. Köszönöm szépen! Méghozzá arról a szűzanyáról egy szép összeállítást, aki együtt érez velünk. Ugyanakkor igazdal a védesanyag is, és nagyon jó szemben sok. Köszönöm szépen! Hirdessük meg, hogy hozzá lehet jutni. Jó, és köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nagyon szíves is! Zárásul ismételtem egy nemzeti ének, amikkel... fejezzük ki együtt gondolkodásunkat. Hírek, beszámolók önöknek.